Sziasztok! Egy régi és eddig nem teljesített kérés a részetekről, hogy essen néhány szó arról, kik voltak és minek tekinthetőek azok a forrásokban nagyon ritkán, de időnként megemlített úgynevezett harci kutyák, akiket az ókori latin nyelvben canis pugnaxként említenek meg. A kérdés annak fényében is különösen érdekes, hogy napjainkban számos kutyafajta esetében szinte visszatérő legenda, ilyen például a nápolyi masztiff, a cane corso és időnként a rottweiler is, hogy ezek a fajták a római canis pugnaxok leszármazottai. Ez az állítás szinte minden leírásban elhangzik, így vagy úgy, azzal azonban, hogy milyenek is voltak ezek a kutyák, és a rómaiak mire is használták őket valójában, és hogy mit írnak róluk a korabeli források, nos, ez a kérdés szinte sohasem merül föl. Ami egészen biztos, az az a tény, hogy sok ókori harcos nép használt nagytestű és agresszív kutyákat a harci cselekményei, háborúi és sportjázásai során. Erre vonatkozóan léteznek utalások az ókori egyiptomiakkal, az asszírokkal, a perzsákkal, de Nagy Sándorral kapcsolatban is. Ezekre a kutyákra az ókori római források általában mind molosszerekre hivatkoznak. Miért a rómaiak lettek volna ez alól a kivételek? Az ókori Róma sikerének egyik oka kétségkívül az volt, hogy az általuk hasznosnak és hatékonynak ítélt dolgokat a történetük során mindig és gondolkodás nélkül vették át azoktól a népektől, akikkel kapcsolatba kerültek és akikkel háborúkat vívtak. Első lépésként az egyszerűség kedvéért talán kezdjük azzal, amire egészen biztosan nem használták ezeket a kutyákat, a canis pugnaxokat. A mai ember hajlamos igencsak romantikusan elképzelni ezeknek a kutyáknak a harci felhasználását, ami valahogy úgy néz ki, hogy nagy testű, többségében fekete kutyák százai, ezrei rohamoznak meg egy ellenséges hadsereget a harcmezőn, darabokra szedik az ellenfelet, és megnyerik a csatát a gazdáiknak. Na éppen ez a felhasználási mód, ami szinte egészen biztosan nem történt meg, és éppen ezért ilyen helyzetet egyetlen fennmaradt történelmi töredék forrás sem tartalmaz. Mindennek nagyon egyszerű oka van, egy csatarendbe állt, acél, szúró és vágó fegyverekkel felszerelt, fegyelmezett haderő ellen a kutyáknak, akármilyen vadak voltak is, és hatalmasak, és akármennyien voltak is, egészen egyszerűen nulla, azaz zéró esélye lett volna. A jól képzett kutyák pedig akkor is óriási értéket képviseltek, tömeges elvesztésük hatalmas anyagi veszteséget jelentett volna a gazdáiknak. Hogy ez mennyire így van, az éppen egy ellentétes helyzetben a rómaiakkal szemben derült ki időszámításunk előtt 120-ban, amikor a brit Arverni törzs vetett be tömegesen nagytestű brit molosszereket egy kisebb római csapat ellen, ahol egyáltalán nem jártak sikerrel. Időszámításunk előtt, 55-ben egyébként maga Julius Cézár is megemlékezik a Britannia elleni hadjárattal foglalkozó leveleiben a kelták által bevetett brit molosszerekről, akiket a rómaiak kifejezetten tiszteltek a bátorságukért és az erejükért, de természetesen a kelták sem értek el semmiféle sikert a római légiók ellen ilyen módon. Ha viszont így nem, akkor hogyan használták a rómaiak ezeket a harci kutyákat? Az egyetlen konkrétumokat tartalmazó krónika ezen kutyák hadjáratban történő sikeres bevetéséről időszámításunk előtt 231-ből maradt fenn, amikor Marco Pomponio Mato konzul vezette a Szardínia elfoglalására érkező római csapatokat. Itt írott bizonyíték van a canis pugnaxok tömeges bevetésére, akiket többségében a már menekülő és gerilla harcmodorral küzdő, igencsak rosszul felszerelt őslakosok levadászására vetettek be. Mindezekből logikusan arra következtethetünk, hogy a kutyák harctéren történő sikeres bevetésére, vagy egyáltalán bevetésére azokban az esetekben kerülhetett sor, ahol az ellenfél inkább irregulális elemekből állt, esetleg kisebb, rosszul felfegyverzett csapatokban harcolt, vagy esetleg már menekült a római légiók elől.
Emellett a római források gyakran megemlítik azt is, hogy ezek az ősi római harci kutyák a castrumok vagy éjszakára épített mozgó erődök védelmében láttak el fontos feladatokat. Hogy mindezt pontosan megértsük, a következőket kell végig gondolnunk. A gyakran ellenséges területeken felvonuló római légiók naponta átlagban 30-35 kilométert tettek meg reggel 6 óra és délután 3 óra között. A megálló csapatok a leendő éjszakai táborhelyeken minden éjjel úgynevezett castrumot vagy erődöt építettek föl, és azon belül táborozva vészelték át az éjszakát. Ellenséges területen egy római csapat a legsebezhetőbb egy castrum építése közben volt, hiszen a légionáriusok nehéz páncélzat nélkül, ingújra vetközve, gladius helyett az ásót és a fejszét forgatták. Ebben az időszakban kutyás őrjáratok járták a környéket, és jelezték időben, ha ellenséges támadás készült, és az éjszakai őrségben is nagy szerepe volt a négylábú segítőknek. Néhány forrás arra utal, hogy emellett az akkori kutyákat felhasználták még üzenetek továbbítására a harctéren, és fennmaradt néhány leírás azzal kapcsolatban, hogy az ellenség táborának és állatállományának megzavarására és pánikkeltésére úgy, hogy égő olajtartályokkal a hátukon küldték őket a helyszínre. Ezeket a kutyákat a források szerint Pirifersnek vagy tűzhordozónak nevezték. Félretéve a legendákat, a hiteles források alapján körülbelül ennyit tudunk összesen a Karnis Pugnaxok harctéri felhasználásáról, minden egyéb a rendkívül színes emberi fantázia eredménye. Mindezek mellett azonban ezeknek a kutyáknak volt egy sokkal jobban dokumentált, jócskán ismertebb felhasználási módja is, ami nem más, mint a küzdelem a gladiátor arénákban. Az ókori Rómában a gladiátor képzés központja a Campaniában található Capua volt, ahol számos iskolában, Ludusban képezték a profi harcosokat. Számos egykori feljegyzés maradt meg napjainkig, amiben a Capuában működő Canis Pugnax tenyésztő és képző intézményekről esik szó, ahol a kutyákat készítették fel, részben hadi, de elsősorban az arénában történő szereplés céljaira. Habár az akkori világban, az ókorban és utána még nagyon-nagyon sokáig úgynevezett fajta tenyésztésről nem beszélhetünk, hiszen ez nem is létezett, ezek az intézmények a Római Birodalom kutyatenyésztési szuperközpontjának tekinthetőek, hiszen minden a rómaiak által elfoglalt területről ide érkeztek a legnagyobb, legharciasabb és a legéretre valóbb molosszerek és egyéb nagytestű kutyák, akiket kipróbáltak, fedeztettek egymással és felkészítették őket az arénákban történő ember és állatok elleni küzdelmekre. Az a néhány kutyatípus, aki ide került és a krónikákban név szerint is megemlítik őket, az például az Iberian Perros, a Szardíniai Dogo és a Fonnese Molesser. Habár napjainkban, ha a Canis Pugnaxról esik szó, általában egy idealizált Cane Corso vagy Nápolyi Mastiff szerepel az ábrázoláson vagy a képen, az igazság az, hogy szinte semmit nem tudunk ezeknek a kutyáknak a külleméről, hiszen akkoriban ennek semmi jelentősége nem volt, kizárólag az életre valóságnak, a küzdőképességnek és a hatékonyságnak. Szinte az egyetlen konkrét utalás a fenotípussal kapcsolatban az a néhány krónikában megemlített utalás, hogy a római patriciusok körében házőrzőként különösen nagy presztízse volt a sárga és az ezüst színű szemű egyedeknek. Reméljük, hogy sikerült nektek egy hasznos áttekintést nyújtanunk ehhez a rendkívül izgalmas és érdekfeszítő témához. A jövő héten egy legalább ennyire izgalmas téma kerül terítékre, a magyar szelindek történetével foglalkozunk majd, a téma egyik kutatójának a bevonásával. Köszönjük szépen a figyelmeteket!